Számos vállalkozás kiállítóként érkezett az első Kárpát-medencei gazdasági konferenciára és kiállításra Hajdúszoboszlóra. A kormány tavaly indította el a 30 milliárd forintos keretösszegű kárpátaljai gazdaságfejlesztési programot, amelynek célja a kis- és középvállalkozások határon átnyúló fejlesztése. Folytatódik a EGAED-e gazdaságfejlesztési terv Kárpát-talján, ami az elmúlt évben indult. Tavaly 2 milliárd forintnyi visszanemtérítendő támogatás került felhasználásra, több mint 1100 vállalkozás kapott támogatásokat a kis- és középvállalkozók, a mezőgazdasági termelők és a turisztikában vállalkozók. Ebben az évben az jelentős mértékben meg fog növekedni, 5 milliárd forintra fog növekedni ez a keret. Hamarosan a vajdasági és a kárpátaljai mintára a felvidéket is támogatja majd a kormány, amely a KKV-k erősítését segíti majd. A felvidéki magyarság 1991 és 2011 között nagyon jelentős népességfogyással sújtatott, hisz közel 110 ezerrel lettünk kevesebbek, és ez nem csupán az asszimiláció számlájára írható, hanem arra is, hogy igazából a gazdaság és a régió fejlesztése a déli általunk lakott területeken mostoha gyerekként volt kezelve, tehát nem csupán az asszimiláció, hanem a fiatal generáció elvándorlása is problémát jelent. Magyarország számára fontos a Kárpát-medence, mint egységes kulturális gazdasági térség fejlesztése. Az integrált fejlődéseket a határon átnyúló pályázatok segítik, közölte a nemzetközi helyettes államtitkár, aki hozzátette, az elmúlt időszakban sikerült elkerülni a forrásvesztést hazánknak, és összesen 8000 milliárd forintot fordíthatott a programra. Örömmel mondhatjuk, hogy Magyarország ma sikertörténetként tekinthet az olyan program. Sajnos azonban nem mindig volt ez így. Az előző 2007-2013-as fejlesztési ciklusban sportnyelven szorga, a sírból hoztuk vissza a győzelmet, azaz a teljes forrásfejlődést. Amikor 2010-ben az Orbán kormány átvette az ország irányítását, olyan rosszul állt a fejlesztéspolitikai intézményrendszer, az egész pályázati struktúra, hogy Brüsszel legalább 30%-os forrásvesztéssel számolt Magyarország elkényeztében. Ez több mint 2000 milliárd forint elvesztését jelentette volna, ekkora összekiányozva most a magyar gazdaságból. A Kárpát-medencei magyarságot gazdasági szempontból is támogatni kell, közölte Magyar Levente. Hozzátette, ennek eredménye, hogy a vajdaságban a napokban 4000 magyar vállalkozóval írnak alá majd szerződést, akik a mezőgazdaságukat fejlesztik a támogatásból. Egy olyan pénzösszeget mozgatott meg ezzel a céllal, amire korábban nem volt példa. Körülbelül 140-150 milliárdnyi pénz mozdult meg erre a célra, tehát mintegy fél milliárd eurót sikerült megmozgatnunk, és ebből a pénzből hatalmas léptékű, soha nem látott léptékű fejlesztések valósulnak meg sorra határon túli magyar területeken. A délvidék legdélebbi pontjától egészen a kárpátaljai hágókig, és Erdélytől, Kézdivásárhelytől egészen Pozsonyig. Ez egy új politika, ami korábban nem létezett, de mi azt valljuk, hogy a magyarként való megmaradásnak az egyik legfontosabb feltétele, hogy legyen egzisztenciális, anyagi értelemben is megalapozott a kisebbség idét. A gazdálkodó szerveket a Magyar Nemzeti Kereskedőház segíti, amelyhez 2016-os indulásuk óta már 4000 vállalkozás csatlakozott. Tavében 1,5 millió eurónyi üzletet tudtunk hozni ebben az együttműködésben, ami azt gondolom, hogy nagyon szép eredmény ahhoz képest, hogy nem régen kezdtük meg ezt a munkát. Fontos eredmény az is, hogy minden olyan szolgáltatást, ami a kereskedőház rendelkezésére áll, ebben ezt a Kárpát-aljai és valamennyi határon túli magyar vállalkozás számára is elérhetővé tettük. Vagyis lehetőségük van a cégre szabott exportfejlesztési akciótervet kapni, vagyis tudnak fókuszálni, hogy milyen országba, távolabbi országba érdemes majd elindulniuk. A kereskedőház úgynevezett állami exportfejlesztőként működik, de nem csak a magyar termékeket értékesíti, hanem például a technológiai fejlesztésekben is segítséget nyújthat.